A koronavírus elleni oltás elutasítása és a védőoltásokkal szembeni általános bizalmatlanság nem mindig jár kéz a kézben, erősíti meg a Political Capital kutatása. Mi a különbség? Skype-on kapcsoljuk László Róbertet. Így van, László Róberttel folytatjuk, akinek jó estét kívánok, és most kivételesen nem a választási szakértőként, hanem hát így az oltásokkal kapcsolatos felmérés egyik készítőjeként beszélgetünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye a visegrádi országokban készült ez a felmérés, és eléggé összetett és árnyalt képet mutat azzal kapcsolatban, hogy az általánosan védőoltás ellenesek és a Covid oltás ellenesek hogyan oszlanak meg, és ez a két tömeg mikor megy egymással párhuzamosan, és mikor különbözően. Most meg tudjuk mutatni majd például azt a grafikont, amiből kiderül az, hogy a magyarok miben kiemelkedőek, és számomra ez egy érdekes különbség volt. Van egy olyan szempontrendszerük, miszerint a Covid vakcina szkeptikusok azok, akik általában a védőoltásokra nem tekintenek szkeptikusan, de a Covid ellen mégsem oltatnák be magukat. És itt, ahogy látjuk, Magyarország 18%-ot képvisel, a narancssárga csíkot nézzék, mondom az nézőinknek. Viszont és itt nagyon elő vagyunk, tehát sokan nem oltatják be magukat a szkeptikusok közül, viszont a biztosan oltakozók között is nagyon elő van Magyarország. Magyarán úgy tűnik, hogy nagyon megosztott a visegrádi országokon belül Magyarország. Ezt jól vezettem le, ezt a következtetést? Részben igen, azt hittem, hogy ezt kérdés formájában fogja föltenni, már a nagy részét el is mondta ennek az ábrának, de azért picit tisztázunk, hogy mégis mit látunk. Rengeteg kérdést tettünk, illetve tettünk fel a közönkutatás során mind a négy országban, és mi alkottuk a válaszok alapján ezeket a kategóriákat, hogy ne csak arról beszéljünk már ilyen leegyszerűsítve, hogy mindenki oltásellenes vagy oltásrajongó, mert nem ilyen egyszerű a világ. És a különböző kérdésekből alakítottuk ki ezt az öt csoportot, amit most a nézők is látnak. Oltáselleneseknek tényleg csak azokat tekintettük, akik általában is azt mondják, hogy az oltások azok többet ártanak, mint amennyit használnak, és nem is hajlandók magukat beoltani a Covid vakcinával. Tehát ebből a két elemből áll össze. És akkor mellettük van kettő, ez az általános vakcinaszkeptikus és a Covid vakcinaszkeptikus. Itt köztük az a különbség, hogy az egyikük azok általában nem bíznak az oltásokban, legyen az kanyaró vagy bármi, de a Covid vakcina tekintetében egyébként ezt egy jó megoldásnak látják. Uh-huh. És akkor pont ellentétes ezzel a Covid vakcinaszkeptikus, ő az, aki nem bízik abban, hogy ezt megfelelő idő alatt, ennyi idő alatt ezt ki lehetett fejleszteni, meg félnek a mellékhatásoktól, pedig általában ők nem oltásellenesek. Tehát próbáltuk árnyalni ezt a képet. És akkor a negyedik oszlop, ez a legmagasabb, ez a legpozitívabb, természetesen ők a biztos oltakozók, akik általában is pozitívan vélekednek, és be is oltatnák magukat. Na most a négy szín, az valóban a négy országot jelenti, és hát az látszik, hogy az első három kategóriában persze vannak különbségek, de azért nem olyan hatalmasok. A biztos oltakozók körében viszont Magyarország és Szlovákia eléggé kiemelkedik, Lengyelország némileg lemaradva, és még érdekes, hogy a cseheknél jóval kevesebben vannak, akik ebbe a kategóriába sorolhatók. Mégsem oltásellenesek, tehát a kék nagy csík, a oszlop, az nem az oltásellenesekre jelentkezik, hanem a bizonytalanoknál. Uh-huh. Számunkra nyilván most egyre inkább az lesz a fontos, hogy hogyan lehet meggyőzni azokat, akik vagy teljesen szkeptikusak, és semmilyen védőoltást nem akarnak maguknak beadatni, így a Covid ellenit sem, vagy általában a védőoltásoknak értik a lényegét, de a Covid-dal szemben szkeptikusak. Az kiderült ebből a kutatásból, hogy hogyan győzhető meg ez a két csoport? Örülök ennek a kérdésnek, mert lényegében ezt célozta ez a kutatás, uh-huh. hogy árnyaltabban, tisztában lássuk a képet, és igen, az általános vakcinaszkeptikusok azok, akik általában is az összeesküvés elméletekben jobban hisznek. Legalább öt kérdést feltettünk ezzel kapcsolatban, a honlapon meg tudják nézni, hogy mik ezek a kérdések. Ezzel szemben a Covid vakcinaszkeptikusok, ők nem annyira hisznek ezekben az összeesküvés elméletekben, hogy nem tudom, 5G, meg háttérhatalom, meg hogy mesterségesen hozták létre. Rájuk nem ez jellemző, rájuk sokkal inkább ezek a racionálisabbnak mondható félelmek jelentkeznek, amit említettem, a mellékhatás, meg az, hogy ilyen rövid idő alatt ez valóban kifejleszthető volt-e. Szerintünk abszolút igenis kifejleszthető volt, de ez mindenképp egy racionálisabb félelem, ezt nem nevezhetjük összeesküvés elméletnek. Tehát ezeket próbáltuk szétszálazni, és így már sokkal jobban lehet azt látni, hogy kit milyen érvekkel lehet meggyőzni.
Tehát, hogyha valaki a barátaival beszélget, ismerősökkel beszélget, akkor ne csak az lenne, hogy hű, te oltás ellenes vagy, akkor hülye vagy, hanem kérdezzük meg tőle, hogy jó, de mi az, ami ezt mondatja veled, mi az, amitől félsz? És a válaszok alapján azért ki fog derülni az, hogyha azt mondja, hogy nem is egy összeesküvés elméletet mond, hanem ezeket az előbb említett racionálisabb félelmeket, akkor azok azért jobban kezelhetők, és tudjuk, hogy ebből az irányból kell megközelíteni, és nem az abszurd összeesküvés elméleteket kell cáfolni. Ez szerintem mind a kormányzati kommunikációt, és mind a hétköznapi emberek párbeszédét is segít. Jó, akkor beszéljünk majd mind a két csoportról, de akkor az első csoport a hardcore összeesküvés elmélet hívő, tehát aki azt gondolja, hogy majd csipet ültetnek bele, és hirtelen imádni fog majd kutyát enni mondjuk. Őket felejtsük el, tehát meg se lehet őket győzni? Hát ebből azért nem derül ki, hogy nem lehet közülük senkit meggyőzni. Azt hiszem, hogyha több értelmes párbeszéd zajlana, mind a legmikróbb szinten a kocsmákban, meg a hétköznapi emberi kapcsolatokban, ugyanúgy, mint a kormányzati kommunikáció tekintetében, akkor sokkal kevésbé lennénk vevők ezekre az abszolút összeesküvés elméletekre. Minél többet beszélgetünk bárkivel, annál valószínűbb, hogy árnyaltabb képet lehet kialakítani a világról. Jó, és akkor az, akinek hát úgy tűnik, hogy racionális félelmei vannak, például, mert hogy a mellékhatásoktól tart, ezt is meg fogjuk tudni mutatni, hogy a magyarok itt milyen arányban képviseltetik magukat, vagy azt mondja, hogy túl rövid idő alatt fejlesztették ki. Ő náluk mi számít a meggyőzésnél? Tehát mondjuk azt tudjuk, hogy a baráti kör szava számít, vagy mondjuk egy nagy tekintélyű professzor, mondjuk, hogyha Merkeli Béla kommunikál erről, vagy a politikusainak hisz, akiben bízik, vagy akinek, amely pártnak a szavazója, tehát mi számít leginkább? A saját ismerősi kör számít a legtöbbet mindig. Uh-huh. Tehát ha valakinek van egy orvos ismerőse, akiben világéletébe bízott, akkor az ő szava az biztos, hogy döntő lesz. Uh-huh. Aztán vannak a szakemberek, igen, akiknek a véleménye az fontos, és mi már korábban is ezt javasoltuk már januárban, hogy különböző celebritásokat be kellene vonni a kormányzati kommunikációba, mert akikre példaképként tekintenek, akiknek adnak a szavára a nagy nyilvánosságban, és ők is azt mondják, hogy igen, szerintünk ez jó, oltasd be magad, akkor az ő szavukra is adnak. Ezzel együtt is, ugyanennek a kutatásnak az első felét már publikáltuk néhány héttel ezelőtt, és akkor Greco Péter beszélt erről Róna Jegonnal, ugyanebben a stúdióban, ott kiderül, abból a részéből pedig az derült ki, hogy minél jobban bízunk akár a kormányzatunkban, akár az egészségügyi intézményeinkben, ezt most minden négy országra mondom, annál valószínűbb, hogy beoltatják magukat az emberek. Tehát nagyon sokrétű ez a történet, de a bizalom az mindenképpen meghatározó tényező, legyen szó a saját orvosunkról, vagy a kormányról, vagy az egészségügyi intézményekről. Csak egy nagyon rövid választ szeretnék még arra, hogy a nagyon nagyra tárt kapu, ami holnaptól itt az életünkben változást hoz, az meggyőzheti a szkeptikusokat, hogy ő igenis ezeket szeretné csinálni, mert sem menni edzőterembe menni, étterembe, moziba menni. Ezek biztos, hogy számítanak. Én azt látom, hogy sok embert egyébként el is bizonytalanít, hogy most jó-e ez még, ez a nagy nyitás. Mások meg nagyon-nagyon örülnek neki. Tehát ebben van egy töréspont, de az mindenképpen látszik, hogyha összevetjük mondjuk a november-decemberi ilyen-olyan felmérésekkel, akkor sokkal több volt annak idején az oltás ellenes, vagy az oltás szkeptikus, mint ma. Tehát most már, hogy van jó tapasztalat, most már a baráti körébe szinte mindenkinek van olyan ember, aki már túl van egy vagy két oltáson, és látjuk, hogy még mindig nem nőtt ki a harmadik fejük, és nincsenek nagyon durva mellékhatások, így most már azért egyre többen bíznak abban, hogy ez egy jó dolog. Köszönöm szépen, hogy itt volt, további szép estét kívánok László Róbertnek, és önöknek is köszönöm szépen a figyelmet. Most nem csak a ma esti figyelmet köszönöm, hanem az elmúlt három évnyi figyelmet is, mert hogy az új menetrend szerint majd jövő héttől Szőlősi György és Róna Jegon váltva várja önöket itt az Egyenes Beszédben, de mi pedig majd a Startban tudunk többet találkozni, de ami nem változik, az az, hogy jön az öt Lampi Ágnessel, utána pedig a híradó, tartsanak velünk, szép estét!